Sziasztok, Zsófi vagyok. Úgy döntöttem, hogy így az év utolsó napjára összeszedem nektek a 2016-os kedvenc gyakorlataimat, amit eddig még nem mutattam meg videóban. Ezek olyan gyakorlatok lesznek, amik tényleg szuper hatékonyak. Van benne nyújtás is, erősítés, és teljes testre fogunk dolgozni. Tehát lesz benne popsi, hát és hasizom is. Tehát a legfontosabbak, amire szükségünk van. És lesz benne még valamennyire nyújtás is. Az ugye van külön videó, nem is egy, több is, de hogy ez olyan nagyon jó olyan gyakorlat lesz benne, ami a lábadat előről, hátulról megnyújtja majd. Na, akkor lássunk is hozzá, és csak az első gyakorlatot fogom betanítani, ugyanis a többit ezt ismered már valahonnan. Tehát vagy meg tudod nézni most kezdem videóból, vagy pedig valamilyen videómban már találkoztál vele. Szóval akkor lássunk is hozzá, alaposan melegíts be, mert ez kemény gyakorlatsor lesz, de azért menni fog, ígérem. Jó, jöjjünk is a matracunknak az elejébe, innen lejövünk guggolásba. Tehát leteszed a két tenyeredet, és a sarkaid fönt vannak. Innen megemeled az egyik lábadat, jó, és ezt fogod tartani, nem tesszük le, hanem nyújtjuk a lent lévő lábat, a másik lábat pedig föl a plafon felé. Behúzzuk, és nyújtjuk föl. Jó, nem fogjuk letenni. Aztán, amikor ezzel meg vagyunk, akkor itt fogjuk pipáló lábfejjel emelgetni a lábunkat, úgy, hogy nem csavarodunk ki, tehát a csípőket, ezt nem toljuk oldalra. Jó, aztán pedig váltjuk a lábat. Igazából ez az egy gyakorlat, amit még így egyáltalán nem ismertél, a többit azt fogod, viszont nem ezzel kezdjük, csak ez volt az, amit szerettem volna megtanítani. Na, lássunk hozzá akkor, fekvőtámasz pózba lemegyünk, ugye a csukló a vállad alatt van, kihúzod magad fejtetővel, lapocka, medence tart, és innen behúzzuk a jobb térdünket, és egy picit hajlít a bal is, és föltoljuk, és hajlít, és föltol, hajlít, föltol. Mind a kettő hajlít, és föltol, egy utolsó, így, és föltol, mert a következővel egy picit ugrunk, kicsit szökkenünk hozzá. Tartsd az erőközpontodat, és föl, és még egy, csak 6 darab van. Jó, és csere, kihúzod magad, behúz a láb, és fölnyújt, és vissza. Fölnyújt, és vissza. Föl, és le. És föl, le. Egy utolsó így. És figyelj, szökkenünk, hopp, és le, hopp, vissza, le, még kettő, utolsó, jó, és innen hátra mászunk, és ott behajlítjuk a lábunkat guggolásba. Emeljük a lábat, és toljuk föl, és vissza hajlít. Tol, vissza, hajlít. Tol, és vissza, és tol, csak kicsit előre jöttem, és vissza, nyújt, és le. Érezd, hogy nyúlik hátul a bal combod, és fönn pedig a jobb csípő. Miközben ugye dolgozik a lábad és a farizmod. Föl, és jön az utolsó. Föl, és tart, pipa, enged, emel, feszítsd a feneked, föl, le, és föl. Ha nem ér le a kezed, akkor legyen a bal lábad hajlítva egy kicsit, föl, föl. De ha sokszor megcsinálod, akkor jövőre már menni fog. Jó, és behúzzuk. Csere, másik láb, föltol, és vissza. És föltol, és vissza,
Nyújtsd magasra, amennyire csak tudod. És föl, és vissza. Nyújtod, és vissza. Föl, le. Föl, és le. Föl, és az utolsót fönt megtartod. Pipa, enged, és emel. Enged, emel, húzd mélyre a hasadat. És föl. Pipál a lábfej, nem fordítjuk ki a lábunkat. Utolsót, és behúzzuk, letesszük. Átfordulunk a hátunkra. Jó, két lábunkat fölnyújtjuk, keresztcsont ráfekszik a talajra, két kar föl, és innen emeled a fejed mellkasod. Picit emelsz a lábaidon föl, és aztán a fejem mellkason. Föl, és föl. Lábak, karok. És te nem csak a karok, hanem a fejmelkas. Föl, föl. Próbálj itt végig fölfele nézni. Föl, föl. Emel, emel. Utolsó pár. Jó. Följövünk, és áttoljuk a matracunkat a falhoz. Lefekszünk, ezt már a tini pilateses videón láthattátok, hogyha azt megnéztétek. Az unokaöcsém Tomi össze is mászta már a falat, úgyhogy ott folytatjuk. Tehát ott egészen közel van a feneked a falhoz, emeled, följebb teszed egy kicsit a lábad, és emeled a fenekedet, derekadat lapodsz, kádat föl, és csigolyánként görgeted le. Ugyanaz, mint a válhíd talajon, és fönt tartsd is meg, tartod, és innen engeded le, és föl, le, föl. Szorítsd a farizmod, le, föl. Enged, emel, le, föl. Nehogy, hogy elcsúsz a faltól, az azt jelenti, hogy nem erőközpontozunk eléggé. Le és föl. Szorít a farizom, megtart fönt, jobb láb föl, és enged. Emel, tart, enged a láb, és föl. Le a fenék, föl a fenék, le a láb, föl a láb. Föl, le és föl. Enged, emel. Láb, föl, enged, emel, láb és föl. Jó, behajlítjuk, másik láb, és le, föl, enged, emel, le, föl, enged, emel, és föl. Enged egészen mélyre, és föl, és föl. Enged, emel, jó, hajlítsuk be, és görgesd le magad. Fogd meg a két lábadat, és húzd oda magadhoz. Kicsit ringasd meg jobbra-balra, és jöhet a következő kör. Na hát én ezt már nem csinálom veletek ma, hanem fogom magam, és megyek bulizni. Remélem, hogy jól éreztétek magatokat ezzel a kis torna alatt, és hogyha van még kedved és időd, és nem készülsz még az esti buliba, akkor csináld meg még egyszer, hogy igazán friss legyél. Remélem, hogy tetszett ez a videó, és tényleg végig tornáztad velem, és nagyon szépen köszönöm, hogy az elmúlt évben az összes videóra együtt tornáztunk. Köszönöm, hogy velem voltál, és remélem, hogy ez így lesz a következő évben is. Nagyon-nagyon boldog új évet kívánok, és
Nagyon jó szórakozást az estére. Köszönöm szépen, ne felejts el feliratkozni a csatornára, hogyha nem tetted, valamint találkozunk a Facebookon és az Instagramon is. Sziasztok!